9 városi óvoda néptánc csoportja sorakozott fel kora reggel április 11-én a József Attila Művelődési és Konferenciaközpont színház termében. A fiatalok abból az apropóból érkeztek, hogy tánccal, zenével, játékokkal elevenítsék fel a magyar népi hagyományokat. Kicsike lány, ha táncol, ha a mezőn piáncol, nemet a fű a réten, örül a nap is az égen, sebesen jár a lába, szalad a szél nyomába, s mikor a táncot ropja, pörög a forog a szokinja, pörög a forog a pörög a forog a pörög a forog a szokinja, pörög a forog a pörög a forog a pörög a forog a szokinja. Harmadik alkalommal került megrendezésre a Fordulj Bolha elnevezésű óvodás néptánc találkozó Salgótarjánban. Mi szívünknek talán a legkedvesebb látvány, amikor a gyerekeinket látjuk szerepelni. Nekik is nagyon kedves ez a tevékenység, hiszen egy ilyen nagy színpadon fellépni úgy gondolom, hogy nekik a legkiemelkedőbb tevékenység, a legnagyobb öröm. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Andóni, Angyal Mária óvoda vezető a táncos lábú fiatalokat és az érdeklődőket. A találkozót Szabó János, a Nógrád táncegyüttes vezetője nyitotta meg. Most az a fontos, hogy jól érezzék magukat, és úgy gondolom, hogy egyre többen és egyre nagyobb lesz ez. Itt Salgótarjánban ez különösen fontos. Nem tudom, hogy van-e még az országban másik olyan város, ahol ilyenféle csapatmunka folyik, és én is gratulálok, és köszönöm szépen a pedagógusoknak, a szülőknek, hogy támogatják ezt, és látják annak a fontosságát, hogy a gyerek minél több irányba meg tudja mozgatni magát, és megismerje a népzenénket, népdalainkat, néptáncainkat, játékainkat. Az óvodások ismerete a népi hagyományok tekintetében rendkívül sokrétű. Ezt a fellépők gyorsan bebizonyították. Valamennyi tánc csoport színes műsorösszeállítást hozott magával a találkozóra. A program nem csak bemutatkozási lehetőséget kínált a gyerekek számára, de a helyi utánpótlás nevelést is erősítette. A találkozó már hagyományos program a megyeszékhelyen, ahol egyébként nem működik olyan tagovoda, mely ne tanítaná néptáncra, így a magyar népi hagyományok szeretetére az odajáró gyerekeket.